az új koronavírus járvány elleni intézkedés csomag részeként. A Bácskiskú megyei oktatókórházat is kijelölték a koronavírus gyanús és igazolt fertőzöttek ellátására, melynek értelmében fel kell szabadítani a rendelkezésre álló összes ágy 40 át Komoly változtatások léptek életbe a fekvőbeteg ellátás területén is. A legtöbb osztály új helyet kapott a Kecskeméti épület együttesen belül. A covidos betegeket az A épület izolált részeiben látják el. A gyermek és felnőtt fülorgégészeti, illetve arc álcsont és szánsebészeti ellátás átmenetileg a Szegedi Tudományegyetemen történik. A rendelőintézet nyitvatartása egyenlőre változatlan. Munkanapokon 7-től 16 óráig továbbra is csak az időpontra érkezők léphetnek be a szigorított és ellenőrzött főbejáraton. Több ellátásforma is új helyet kapott a rendelőintézet területén, jelenleg a fizioterápiás járóbeteg ellátás, valamint az anesteziológiai szakrendelés szünetel. A bőrgyógyászati szakrendelés is változik, csak sürgős betegek ellátása történik előjegyzés alapján. A gyermek szakrendelések és a sürgőségi ellátás működése azonban zavartalan. A teljes körüllátogatási tilalom továbbra is érvényben van. A kecskeméti telephelyen csomagot lezárva, a beteg adataival ellátva a főbejárat portáján napközben lehet leadni. A 7 és 10 óra között leadott csomagok aznap, a 10 óra után leadottak pedig másnap kerülnek fel a betegellátó osztályra, a pontosabb részletekért azonban érdemesen látogatni a hírös.hu weboldalra.